Szevasztok srácok, ez itt újra 300 alatt. A mai adásban egy kicsit kisebb készlettel fogunk megismerkedni, mint az elmúlt részekben, mert ezúttal ezzel a kicsi 102 darabos Mandalorian Battle Pack-kel fogunk megismerkedni, úgyhogy nézzük is meg a doboz dizájnt, mindig ahogy szoktuk. Először is a dobozunkon találkozunk a LEGO felirattal, mellette a Star Wars-szal, 6 pluszos, 75267-es Mandalorian Battle Pack, 102 darabos, mint ahogy mondtam, és ugye a dobozunkon látható mind a négy figura. Igazából mivel ez egy Battle Pack, gyakorlatilag a figurákra van kihegyezve az egész készlet, úgyhogy ami benne található kis homokfutó, bármilyen kis jármű, igazából nem az a lényeg, hanem a minifigurákra van ez az egész készlet kihegyezve, mint ahogy előbb is elmondtam, szóismétlés, tudjátok, hogy nem tudok beszélni. Aztán pönt a sarokban pedig találkozunk Darth Vader kománkkal, mint ahogy úgy általában szokott volt lenni. Aztán a másik oldalon találkozhatunk, hát a játékfunkciókkal, de igazából olyan nagyon sok játékfunkció nincs is benne, mivel hát, ahogy mondtam, minifigurákról van itt szó, viszont ezen a kis homokfutón van egy kis Star Shooter, amivel lehet lövöldözni. És ugye még itt vannak a minifiguráink is, csak másik szemszögből, úgyhogy bontsuk is, kisrácok. Ez is megkapta ezt az általam utált kibontási módszert, úgyhogy szerencsére csak szétszakítani tudjuk, vagy ha egy kicsit alá nyúlunk, akkor lehet, hogy még meg is tudjuk menteni. Összesen van 3 darab számozatlan zacskónk, vagyis inkább csak 2, mert ezt a harmadikat igazából nem nevezném külön zacskónak. Van egy nagyon pici összerakási útmutatónk, ami összesen 42 oldalas, és hát ebben a kis készletben meglepő lenne, hogyha bármilyen háttérinfó lenne. Így van, nincs is benne, viszont benne vannak a régi reklámok, amik ugye a 2019-ben, 2020 elején megjelent készleteket mutatja be, és egy Rise of Skywalker-es kis reklámot is találunk benne. Úgyhogy gyorsan neki is látok az építkezésnek, ami szerintem kb. Egy 6,5 percig fog tartani, és utána megnézzük közelebbről a minifigurákat, mert ugye hát az a lényeg ennél a kis készletnél. Nos, hát ismét belelőttem a közepébe, mert tényleg csak pár percig tartott összeépíteni ezt az igazából készletnek nem is nevezhető kis építményünket, katona csomagunkat. Összesen ugye 4 darab minifigurával találkozunk ennél a készletnél, ugye 4 darab Mandalori katonával, akik gyakorlatilag hát majdhogy nem teljesen ugyanúgy néznek ki, ugyanaz a felszerelésük, mind a egyik kezében ott található a Stats Shooter, a sisakuk is gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, annyi a különbség, hogy kettőnek található ilyen kis pecek a tetején, a másik kettőnek pedig nem, de szerintem ezen kívül hát gyakorlatilag kutya legyek, ha megmondjam, hogy mi a különbség ezek között. Néhány nagyon pici részletbeli különbség található bennük, például itt ennek a kék sisaknál látható, hogy van egy ilyen kis lövésnyom, de igazából ezek annyira nagyon pici különbségek, talán még a lábaknak a matricái egy kicsit máshogy néznek ki, de igazából a torzók, na jó, azok között is van némi különbség. Szóval van némi különbség a figurák között, de annyira szembeötlő különbséggel nem találkozunk. Viszont van még extra lőszerünk, hogyha esetleg keveselnék ezekhez a figurákhoz a kilövendő pöcköket, akkor még itt van egy csomó kimaradt, hát 2, 4, 6, 7 darab kimaradt kis pöckünk, amit ugyanúgy el tudunk lőni, és akkor hát ismét kereshetjük meg a világban, mert hát szerintem úgyse fogjátok megtalálni őket, mert olyan pici. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy még van 2 darab ilyen kis kiegészítő építményünk is, először is van egy ilyen kis bunker, nem bunker ez, hanem egy ilyen kis valami, ami mögé bevírjuk tenni az egyik figuránkat, és akkor onnan tud mögüle lövöldözni, és annyi kiegészítő van még ehhez, hogy van egy ilyen kis hátsó tároló része, ahol rá tudjuk tenni az egyik kis fegyverét, és akkor akár ott van egy extra fegyver, míg a másikkal ugye tud lövöldözni. És a második kiegészítőnk ez a kis homokfutó, szerintem ez egy kis homokfutónak felel meg, ami szerintem egész jól néz ki ahhoz képest, hogy mennyire pici, mert egész jó részleteket rakott bele a LEGO. Viszont még ezen is található 2 darab pöcöklövő,
úgyhogy ezeket is el tudjuk lőni ugyanúgy a világba, mint az összes többit, ami a kezükben van, úgyhogy ha esetleg hiányolnánk a pöcöklövőket, vagy ha nektek nincs elég pöcöklövőtök, akkor ezzel a készlettel hát egy csomó fog érkezni. Összességében srácok, szerintem ez a kis Battle Pack egész jó választás lett mindazok számára, akik szeretik a minifigurákat. Ahogy tudjátok rólam, én annyira nem vagyok nagy gyűjtőjük, úgyhogy igazából az én szempontomból teljesen mindegy, viszont hazudnék, ha azt mondanám, hogy csak azért vettem meg ezt a készletet, hogy bemutassam nektek. A sorozat szerintem egész jól sikerült, úgyhogy szerettem volna néhány kis minifigurát azért beszerezni a sorozatból, és ezzel a kicsi, olcsó készlettel egész jó hát figurákhoz hozzá lehet jutni, és még a tetejére ugye tudjátok növelni is a Star Wars-os kis katona seregeteket. Úgyhogy srácok, ez volt a mai kis 300 alatt bemutató, remélem tetszett, ha tetszett, lájkoljátok, mindenféleképpen iratkozzatok fel, mert tudjátok, az fontos, és azt se felejtsétek, hogy most már van Patreon oldalam is, úgyhogy ott is tudtok támogatni, ha szeretnétek. Találkozunk a következő alkalommal, ami a szokásos keddi bemutató lesz. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!